Ismét sokszínű a hétvége rendőrségi krónikája, de az események csöppet sem vidámak, hisz történt fegyverlopás, fémtolvajlás, gépkocsi feltörések, biciklik is eltűntek, és súlyos vonatbaleset is történt. A részletekről dr. Kékesné Gyimóti Marianna rendőralezredes számol be nekünk, szeretettel köszöntöm. Üdvözlöm. A fegyverlopás Belvárt Gyulán történt. Mi volt itt tulajdonképpen? 6 óra után érkezett bejelentés a Mohácsi rendőrkapitányság ügyeletére, hogy egy Belvárt Gyulán lévő családi ház ajtaját ismeretlenek befeszítették, és onnan fegyvereket, lőszert, aranyékszereket loptak el. A helyszíni szemle során megállapították, hogy a fegyvereket ugyan az előírásnak megfelelően vaslemez szekrényben tartották, de sajnos nem okozott gondot a tolvajoknak, ennek ajtó lemezét lefeszítették, elhajlították, és a tolvajok így jutottak hozzá 2 darab golyós fegyverhez, 3 sörétes puskához, és 90 darab golyós lőszert, valamint 50 darab sörétes puska lőszert is magukkal vittek. Ezen kívül a fegyverek mellett még egy PA típusú maroklőfegyvert is elvittek. Amit még találtak a szobában, gyűrűket, nyakláncot, fülbevalót is, ezt is ellopták, így a kár körülbelül 500 000 forint. Érdekes, hogy az elkövetők a tettüket egy Belvárt Gyulai temetés időpontjára időzítették, a háziak ott vettek részt a temetésen, és így nem voltak otthon. A Mohácsi rendőrkapitányság nagy erőkkel folytatja a nyomozást, és ezúttal is kérném a nézőket, akik az esettel kapcsolatosan bármilyen információval bírnak, vagy gyanús eredetű fegyvert, lőszert próbál valaki esetleg értékesíteni, akkor értesítsék a 69-es körzetszámon, a 322-800-as telefonszámon a Mohácsi rendőrkapitányságot, illetve a 107-es vagy a 112-es segélyhívót. Igen, veszélyes módszert választottak azok a fémtolvajok, akikről hírt kell adnunk. Igen, a 2 esetben történt fémtolvajlás az elmúlt 24 órában. Ismeretlen tettesek lefeszítették a lakatot egy KFT Szigetvár környéki raktáráról, és onnan réz és alumínium kábeleket és tárgyakat loptak el, itt is 500 000 forint értékű a kár. Egy Mágocsi KFT alsó mocsoládi sertés telepe előtt ismeretlen tettesek viszont levágtak 200 méter feszültség alatt lévő alumínium légkábelt, és azt ellopták. Ezzel 160 000 forint értékű kárt okoztak. Szép számban történtek gépkocsikkal kapcsolatos bűncselekmények is. Igen, érdekessége a mai napnak, hogy 2 esetben is trabantok voltak a főszereplők. Rákóczi úton parkolóban néhány napra leállított trabant személyi gépkocsi zárját feszítették fel, a gyújtás kapcsoló kábeleit összekötözve próbálták meg ellopni a kocsit. Ez nem sikerült, mindössze 15 000 forint rongálási kár keletkezett. A másik helyszín vasárnap délután néhány órára hagyta magára a Szendrei Júlia utcában autóját, ez egy Lancia Delta típusú kocsi volt a tulajdonosa, és a kocsiból pénztárcát, CD-lemezeket loptak el, itt 130 000 forint értékű a kár, és 40 000 forint rongálási kár is keletkezett, az autónak német tulajdonosa van. Buzsáki utcában lakó férfi lakása előtt leállított Opel kadettjének szélvédőjét szakszerűen kiemelték a tolvajok, majd szerszámgépeket, rádiós magnót és hangszórókat loptak el a kocsiból, itt tetemes a kár, 315 000 forint. Végezetül egy olyan gépkocsi lopás, ami kedvezően végződött. Viktória út egyelőtt parkolóból loptak el az éjszaka folyamán egy Trabant 601-es személygépkocsit, ezzel körülbelül 100 000 forint kárt okozva tulajdonosának. A személygépkocsit a bejelentést követő néhány órán belül megtalálták, és így az tulajdonosához visszakerült. Nem csak a gépkocsik voltak népszerűek, hanem a motorkerékpárok is, ráadásul az egyik járgány fényes nappal tűnt el. Igen, Ércebányász utcai lakás előtt leállított, lezárt MZ250-es típusú motorját lopták el egy ott lakó férfinak, a másik esetben pedig a búzatéri üzletház előtt délidőben leállított Honda robogónak kelt lába, itt 150 000 forint értékű a kár.
Persze a rendőrök nem csak regisztrálták ezeket a bűneseteket, hanem történtek elfogások, őrizetbevételek is a hétvégén. Igen, mindegyikről be tudok számolni, még meglehetősen szép számban történt. Összehangolt rendőri akció eredményeképpen Pécs közigazgatási területének jó néhány helyéről 15 nőt állítottak elő, és vettek szabálysértési őrizetbe tiltott kijelgésért. A hölgyek 16 évestől 33 éves korosztályba tartozóak. Másnap megtartott bírósági tárgyaláson körülbelül 600 ezer forintnyi szabálysértési bírságot szabtak ki számukra. A hölgyek természetesen ezt követően szabadlábra kerültek. Ejtsünk még néhány szót a pénteki vasúti balesetről. Egy 29 éves szavai férfi Mazda típusú tehergépkocsijával a tilos jelzés ellenére a régi hatos úton lévő fénysorompónál behajtott a sínekre, és neki ütközött a Pécsváradról Pécs felé közlekedő vonat oldalának. A tehergépkocsi és a vonatvezető egyaránt súlyosan sérültek, az anyagi kár meglehetősen jelentős, több mint 1,5 millió forint. Én azt gondolom, hogy a fénysorompónál való meg nem állás nagyon sok esetben már emberéletet is követelt, úgyhogy érdemes felhívni a nézők figyelmét, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. És a végére is maradt még egy felhívásunk, a bicikli tulajdonosok figyeljenek erre, ugye? Igen, a Baranya-megyeri rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya kerékpárjelölési akciókat tart, egy évben több alkalommal is. Így felhívnám a figyelmet, hogy a holnapi napon, július 25-én, 10-től 14 óráig a Lékszerzgyár út 8 szám alatti rendőrségi objektum bejáratánál kerékpár gravírozási akciót tartunk. Ez azért fontos, mert nyilvántartási sorszámba vesszük ezeket a bicikliket, és esetlegesen, hogyha ellopják őket, akkor ha megtalálják, akkor könnyebb azonosítani a tulajdonost. Úgyhogy aki ráér, diák, és szeretné ezt megcsináltatni, akkor jöjjön. Tehát a keddi napon bicikli gravírozás. Igen. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.